másképp kell hozzájuk állni, mint a startupokhoz. Ugye az egy sokkal rugalmasabb csomag, míg a startupoknál előre elkészített dobozos termékecskéink vannak, ez a mini, midi és maxi csomaggal, ott egy rugalmas, azt mondjuk, hogy 50 millió forinttól 3 milliárd forintig bármennyit be tudunk fektetni, ott egy igazából egyénre szabott ajánlataink vannak a nagyságrend tekintetében. Egyébként a hozam elvárás az ugyanaz, mint a startupoknál, ez az 5,1%-os éves előre elvárt hozam. Uh-huh. És akkor még vannak a nagyok is? Igen, és akkor ami holnapi naptól indul, ugye... De frissek vagyunk. Igen, nagyon frissek vagyunk. Az a krízis egyes alapunk, ami kifejezetten KKV és nagyvállalatoknak is szól már. Ott a befektetési összeg egész 15 milliárd forintig tud fölmenni, és ott restrukturálás, piackonszolidáció, gazdaságfejlesztési fókuszok vannak eltérően a KKV-inktól, ahol elsősorban management buy-in, management buy-out-okat finanszírozunk, tehát tulajdonosváltáshoz kötődő tranzakciókat a KKV alapunknál, míg a krízis alapunknál, ez a harmadik, a legnagyobb alapunk, ott ezzel a 15, maximálisan 15 milliárd forinttal per befektetés, ott nagyvállalatoknak a fejlesztéseit és restrukturálását finanszírozunk. Aha, tehát az is egy... Hogy áll eddig a tőkekihelyezés az összes programot tekintve? Ha most csak a válságtermékekre vonatkozott a kérdés? Igen. Ott még a startup területen valósult csak meg, ezen a héten és a jövő héten fogunk, úgy emlékszem, hogy három cégnek befektetni közel 300-350 millió forintot. Ez az első hullám, és akkor sorba hagyjuk jóvá egyébként a tegnap is, illetve a héten még lesz befektetési bizottságunk, ugye, ahol a befektetéseket hagyjuk jóvá. Úgyhogy a pipeline-nak az elejét tömködjük, a végén pedig már a héten akkor megindulnak az első folyósítások. De emellett egyébként a hagyományos termékeinkből is a karantén eleje óta, március 12-e óta több mint 2,5 milliárd forintot fektettünk be, úgyhogy a hagyományos termékeink is futnak. Hát most nyilván nagyobb a publicitás a válságtermékeknek. Világos. Na hát ez nagyon klassz és jó hírek ezek, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy beszámolhattunk ezekről. Hát további sok sikert a tőkekihelyezésekhez, aztán nyomon követjük majd, hogy ezek a vállalatok hogyan működnek, meg a High Venturesnek, mennyire volt sikeres a programja. Köszi még egyszer. Köszönöm szépen a lehetőséget és az érdeklődést. Szóval Dénes volt a vendégünk, a High Ventures ZRT növekedési befektetési igazgatója. Most megyünk tovább, ismét hírek jönnek Schmidt Anditól, aztán jövünk vissza. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. A Big George Property